tarológus és numerológus voltam, nagyon sokáig így mutatkoztam be, és valóban nagyon-nagyon régen foglalkozom először tarókártyával, és aztán numerológiával, aki jár ide, tudja, hogy tanítok is. 2004 óta tanítok itt, hol tarót, hol numerológiát, és 2000 óta tanítok egyébként más formában. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani, mert valami nagyon-nagyon érdekes történt velem nem régen, mondjuk egy 5 évvel ezelőtt körülbelül, amikor azon kezdtem el gondolkodni, hogy én már tényleg nagyon régen tanítom ezeket a tárgyakat, fantasztikus, ismerem az asztrológiát, megtanultam mindent, és hogy az egész eddigi életem és gondolkodásom arról szólt, ami a Delfui Józsdának is a felirat, hogy ismerd meg önmagad. És hogy nagyon sokat foglalkozunk azzal, ez az iskola pont arra jó, hogy megismerje az ember önmagát, hiszen ez az első dolog, ha változást akarunk az életünkbe. Ugyanakkor hallottam egyszer egy mondatot, ami nagyon szíven ütött, valaki azt mondta nekem, hogy boldogtalan szülőknek nem lehet boldog a gyereke. Ez a mondat azt hiszem megváltoztatta az életemet. 5 évvel ezelőtt, amikor gondolkodtam, kicsit én is ideges vagyok. 5 évvel ezelőtt, amikor azon gondolkodtam egy nagyon érdekes életszituációban, hogy tulajdonképpen jó dolog-e az, amit csinálok, hogy igaz-e az, amiket én tanítok, akkor arra jöttem rá, hogy csak részben. Részben nagyon jó megtanulni az asztrológiát, a numerológiát, a minden egyéb tárgyat, de igazából egy valamiről mi elfeledkeztünk, mégpedig arról, hogy mi emberek valahol össze vagyunk kötve. Mennyire befolyásolnak minket, akár csak azok a hétköznapi dolgok, hogy egy eladóval hogyan beszélünk. Én erre szoktam egy ilyen spirit flow-s gyakorlatot, és mindjárt beszélek a spirit flow-ról, hogy menj be egy áruházba, keress egy jókedvű embert, egy jókedvű eladót, és úgy szóljál be neki kétszer, és meglátod, hogy lemegy az energiaszintje. Ez egy egyszerű energiagyakorlat, nem gonoszság. Gonoszságnak tűnik, de ez egy energetikai gyakorlat. És menjél oda valakihez, akinek azt látod, hogy nagyon rossz kedvű, és ötször köszönd meg, hogy milyen kedves volt, hogy segített, hogy neki köszönheted, hogy itt hamar végeztél, és azt látod, hogy az energia szintje felemelkedik. Vagyis mi emberek nagyon össze vagyunk kötve láthatatlan szálakkal, és nagyon is befolyásoljuk egymás életét, olyannyira, hogy esetleg ebből szabadulni sem tudunk, csak nagy nehézségek árán. Természetesen egy elemzésnél, mondjuk én numerológiai elemzésről beszélek, elmondom, hogy hogy nézett ki régen nálam egy elemzés, és hogy néz ki most. Régen úgy nézett ki, hogy csináltam a numerológiai eszközével egy elemzést, majd ezt elmondtam, és a tarókártyával lehetett a konkrét kérdésekre húzni, egyébként ez most is így van, tarókártyát, és akkor választ kapott az ember a konkrét kérdésekre. Viszont amikor rájöttem arra, hogy az, hogy én ki vagyok, én az igazán az elemzést akkor tudom megcsinálni, hogyha azt is tudom, hogy milyen szálak kötnek másokhoz, és hogy hogyan kötődünk, és hogyan befolyásolnak. És ekkor egyszerűen, amiben én egyébként azelőtt nem hittem, mert én is egy ilyen nagyon logikus ember vagyok, és azt gondoltam, hogy sok mindent meg lehet tanulni. Meg lehet tanulni az asztrológiát, a tarókártyát, a numerológiát, vagyis azokat a dolgokat, amire a legtöbb ember azt hiszi, hogy hú, ezok olyan misztikus, meg okkult dolgok, de hát jöjjön el az iskolába, tanulja meg, és látja, hogy ő is tudja használni. Igen ám, de vajon tükrözze engem az az elemzés, hogyha csak magamat nézem? Mi van akkor, hogyha megnézem a többieket is, főleg ugye a szülőket? Az asztrológia egyébként nézi ugye az MCIC tengelyen, de numerológiából például nem néztük a szülőket, és azt mondtam, hogy legyen valami újdonság, és elkezdtem gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni. Amiben én azelőtt nem hittem, ebben a
hogy úgy mondjam, egy ilyen kicsit visszavonult, több hónapos visszavonult állapotomban, nagyon meditatív állapotomban, egy csodálatos helyen. Egyébként az újszülött unokámra vigyáztam, aki sokat aludt, és így volt időm elmélkedni. Rájöttem arra, hogy itt valami újdonságot kellene csinálni, mert hogy amiről mi beszélünk, meg amiket mi csinálunk, ezek nagyon ősi dolgok, de vannak még ősibb dolgok, amit az ősi mágusok tudtak, vagyis valamilyen mágiát tudtak csinálni, és a mágia az nem volt más, mint hogy szokatlan dolgokat értek el szokatlan eszközökkel. Akkor már nagyon sokat hallottam arról, hogy a 21. század az megváltoztatta az energiákat, és van egy ilyen új divat, hogy új energiák jöttek, ugye az új század, az a hármas jegyében született, a levegő jegyében, ugye repülünk, számítógépezünk, felkerülnek a felhőbe az adataink, tehát egy olyan időszakot kezdtünk élni, ami nagyon más életet eredményezett, mint az eddigiek, és nagyon sokat beszéltek ezekről az új energiákról. Történt valami ezen a mondaton kívül, amit említettem, hogy megismerkedtem egy kicsit a kvantumfizikával, a kvantummechanikával, amiről már hallottam azelőtt is, hiszen ez már a 20. században divatos lett, és az 50-es évektől, sőt már a II. Világháború alatt is komoly kutatások folytak. Hallottam már arról, hogy Schrödinger macskája, meg ilyen dolgokat, de hát nem nagyon tudtam, hogy mi is ez a dolog, amíg hát jobban utána nem néztem, és rájöttem valami nagyon nagy titokra, amit évek óta próbáltam megfejteni, mégpedig azt a titkot, hogy a taró mitől működik. Tehát azt tudtam, hogy működik. Tudtam, hogy le tudom hívni az információkat. És próbáltam valahogy a saját kis logikus agyammal erre valami tudományos magyarázatot találni, és akkoriban jelent meg, ez is jó régen volt, Hawkingnak az Időrövid története című könyve, nem tudom, megvan-e valakinek, aminek a címlapján az idő ábrája egy ilyen tölcsérszerű valamiben volt hálókkal, és akkor azt gondoltam, hogy igen, rálátunk az idő egy pontjáról a másik pontjára, és hogy nyilván ettől működik a taró, és akkor ez el is kezdtem magyarázni, hogy hülyén milyen okos vagyok, míg nem jöttem, hogy nem ettől működik, hanem valami egészen mástól. A taró is egy eszköz arra, hogy valamilyen fura helyről, amit a kvantumfizika meghatározott, egy fura térből lehívjuk az információkat. Így dolgoztak a régi mágusok, így dolgoznak a látók, meg így dolgoztak mindig a látók is, és ezért van az, hogy ahhoz, hogy valakit elemezzek, úgy sejtem, hogy milyen lehet, mielőtt találkoztunk, de igazán, amikor bejön, amikor látom, akkor leömlenek az információk, és a Zsuzsától tanultam meg azt is, hogy igazán jól akkor lehet elemezni valakit, ha valóban szembe kerülsz vele. Úgyhogy a távelemzéseket is Skype-on csinálom, hogy lássam, és kapcsolatot tudjak vele teremteni. Na, ennek a sok-sok gondolkodásnak az eredményeképpen megszületett valami, amit Spirit Flow rendszernek neveztem el. Ez egy teljesen új önismereti és életvezetési módszer, ami pontosan az emberi kapcsolatokkal foglalkozik, és ennek alapján kezdjük felismerni a dolgokat. Ha minden ember hat rám, ha az egész környezet hat rám, akkor ugye nagyon fontos, hogy felismerjem ezeket a hatásokat is. Feltettem magamnak azokat a kérdéseket, hogy mi határozza meg egy ember kapcsolatait, hogyan alakul ki az ember helye a csoportban, hogyan fejlődnek ezek a tulajdonságok, mit lehet csinálni. Beszéljünk még egy picit, megnézzük a következő ábrát. Azt látjuk, hogy a középen állsz te, vagy én, ugye az ember, és nézzük meg, hogy hogyan hatunk mi a világra, és hogyan hat ránk a világ. Ilyen nagy kör ábrával rajzoltam, és azt látjátok, hogy ha itt vagyok én, akkor mi minden hat rám? Van egy belső kör, majd mindjárt megmutatom, hogy miből áll, egy külső kör, egy tágabb környezet, meg az emberiség is. De ugyanakkor nem csak rám hat a környezetem, hanem én is elkezdek hatni a környezetemre, és majd megnézzük, hogy hogyan.
Azt gondolom, hogy alapvetően az, hogy egy ember milyen lesz, azt két dolog határoz meg. Az első a genetika, ugye, hogy milyen génállománnyal születtem. Ezt ezoterikusan mondhatom azt, hogy milyen napon, milyen asztrológia, milyen óra, milyen percben születtem. Tehát a születésünkkor kapott kódok, az életünk kódjai meghatároznak, de a másik felét az határozza meg, hogy milyen hatások érnek. Körülbelül a pszichológia szerint ez egyébként 50-50 százalékos hatás, nézek itt azokra, akik ilyen kutatásokat folytattak. Tehát legalább 50%-ban meghatároz meg nekünk a környezet. Nyilvánvalóan, amikor odafönt készítettünk egy tervet, akkor tudtuk mi, hogy hova jövünk, és mit kell megtanulni éppen ebben az életben. De az, hogy én milyen lesz majd nekem a párkapcsolatom, a gyerekekkel való viszonyom, a barátokkal, munkatársaimmal való viszonyom, az bizony rendkívül meghatározza a családom, és az a helyzet, ahonnan jövök. Ezen kívül meghatároz ugye a közvetlen környezet, barátok, szomszédok, munkatársak, társadalmi környezet, város, falu, ugye nem mindegy, hogy milyen környezetben növök fel, városba, falba, illetve az a kultúra, az a vallás, az ország, a nemzet, és hát még azt is mondhatnám, hogy például az, hogy én fehér vagyok és európai, ettől én teljesen más vagyok, mintha mondjuk egy dél-afrikai fehér lennék, vagy egy amerikai fehér, tehát egészen más kulturális környezetben növünk fel, és ezek mind-mind hatnak ránk. Honnan jön ez a hatás, és hogyan hatnak ránk? Ugye könnyű azt mondani, amit az elsőben jeleztem, hogy a család. Hát a család, ugye azt gondoljuk, hogy a nevelés hat ránk. Igen ám, de honnan tudom megállapítani, hogy a családomból, főleg ugye apa, anya, testvérek, a szűk családról beszélek, milyen hatást gyakorol rám, és erre találtam ki ezt a Spirit Flow rendszert, és az első pillére ennek az úgynevezett energetikai családfa, amiről most nem fogok beszélni, de van a YouTube-on egy előadás az energetikai családfáról, ha valakit érdekel, hogy hogyan lehet azt felállítani. Ebből látjuk azt, hogy milyen erősen hatnak ránk a szüleink, hogy mennyire irányítanak minket, vagy éppen mi irányítjuk a szüleinket, ugye? Mert ez egy oda-vissza hatás. Gondolom, hogy ezt sokan megtapasztalták. A Spirit Flow-nál is nagyon fontos az önismereti rész, tehát hogy megismerjük, hogy milyen a saját alapkarakterünk, és megismerjük azt, amit úgy nevezek, és erről is lehet előadást látni, az energia párbaj, a párkapcsolatokban, ha valaki a YouTube-ra beüti, van egy hosszú előadásom erről, energia párbaj a párkapcsolatokban címmel, hogy hogyan párbajozunk, és hogyan adjuk, vesszük az energiát, hogyan visszük le, hogyan töltjük fel egymást. Amiről most viszont szó lesz, az az utolsó lépése ennek a Spirit Flow rendszernek, aminek az a neve, hogy energiaprogramozás, és akkor rögtön egy picit erről a furcsa dologról szeretnék beszélni. Látjátok, hogy itt ilyen különböző kis mesefigurák és bábuk vannak, ezen kívül már csináltam másokat is, és ahhoz, hogy megértsük, hogy mit tudunk mi csinálni magunkkal, meg mi ez az energiaprogramozás, egy picit bővebben kell beszélnem arról a térről, amiben ez az energiaprogramozás történik, hogy megértsétek, hogy ez hogyan történik, és mi ez. Az egyik, ugye ez a bizonyos morfogenetikus tér. Biztos hallottatok már, aki itt arra, hogy akasakrónika. Ugye Rudolf Steiner volt az, akire azt mondják, ő a teozófiai társaság alapítója, hogy úgy játszott az akasa krónikával, úgy tekert oda-vissza, nézett múltba meg jövőbe, mint hogyha egy DVD-t, egy filmet tekerne vissza. És sokan vannak, akik be tudnak lépni ebbe az úgynevezett térbe, de ez az akasa krónika, ez nem más, mint amit a régi mágusok sokféle elnevezéssel illetnek, illetve tudományosan szoktuk úgy is hívni, hogy kollektív tudat. Azt szoktuk mondani, hogy kollektív tudattalan, tehát én azt mondom inkább, hogy kollektív tudat, vagyis egy olyan fajta
tér, amibe be lehet lépni, és ha nem lépünk be, akkor is onnan hozunk információkat. Azt írtam, hogy ez az agyunkon kívüli memóriánk, ez a morfogenetikus tér, és ezt a kvantumfizika igazolta, és ezt szeretném nektek picit elmesélni, hogy mi történt. Már a két világháború között végeztek tudósok kísérletet, kvantumfizikai kísérletet. Ez úgy képzeljétek el, hogy van az elektromágneses tér, ugye mindenki tudja, hogy felveszi a mobiltelefonját, és valahogy kapcsolatba tud kerülni a Föld másik pontján lévő emberrel egy pillanat alatt valamilyen módon, és ezt mi most elfogadtuk, hogy nem kell vezeték ahhoz, ugye tudjuk, hogy fellövik az információ felkerül egy műholdra, az átmegy, és akkor vissza szoktunk nevetni, amikor a gyerekeimmel találkozom, hogy én a magyar telefonommal, tehát egymás mellett állunk, és tudunk úgy beszélni, hogy közben nagyon megdolgoztatjuk ezeket a fentlevő műholdakat, holott ott állunk egymás mellett, csak éppen valamit át akarok küldeni a telefonomról, és hogy akkor mi történik. Tehát ma már a mai ember, hogy úgy mondjam, a 21. századi ember könnyen el tudja képzelni, hogy, és most számítógépes hasonlattal élve, az adataink fönt vannak a felhőben, ugye most már nem is a számítógépünkön vannak az adataink. Az én előadásomat is tegnap este mondtam, hogy hozzak pendrive-ot, vagy a gépemet hozzam, mert miért nem küldöd át e-mailbe, és akkor kivetítjük. Persze, milyen egyszerű, hát miért nem jutott eszembe? Ugye? Elküldtem, és pillanatok alatt itt van. Tehát már nem kell, hogy fizikálisan bármilyen kapcsolat legyen, tehát nem kell a telefonközpont bedugni a zsinórokat, és tudunk használni ilyen különböző mezőket. Ugye már el tudjuk képzelni, hogy létezik egy olyan mező is, ahova adatokat küldünk fel saját magunkról. Tehát ugye, ahogy láttátok az előző ábrán, ezen, hogy nem csak a külvilág hat ránk, tehát lehúzzuk az információt. Mi határoz meg engem? Meghatároz, hogy mikor születtem, ugye ez az egyik, meg hogy milyennek. De meghatároz az, hogy hova, hogy milyen a bőrszínem, hogy egyáltalán ebből a külvilágból miket kapok, hiszen az, hogy én most fehér vagyok, magyar, esetleg a vallásom, milyen közegben növök fel, az engem meghatároz. De ugyanakkor én magam szintén hatok a külvilágra, meghatározom a környezetemet, hiszen ugyanúgy, amilyen én vagyok, azt megkapja a családom is, megkapja a külső kör is, ugye, akik részeznek, illetve a tágabb környezet, de az egész emberiség. Minden egyes embernek, ahogy a Péter mondta, egyedi, megismételhetetlen helye van ebbe a világba, és ami a vicc, hogy össze vagyunk kötve. Amikor az első előadást tartottam a Spirit Flow-ról, akkor felhoztam azt a példát, amit úgy hívnak, hogy 6 lépés távolság, ami egyébként kutatások állapították meg, de igazából egy magyar ötletből, Karinti ötletéből ered, mégpedig az, hogy minden emberhez bárhol a világon 6 lépésben kapcsolatot tudsz teremteni. Tehát például én is rögtön, hogy akkor Obama elnökhöz kiderült, hogy 2 vagy 3 lépéssel kapcsolatot tudok teremteni, Orbán Viktorhoz 2 lépéssel tudok kapcsolatot teremteni. Tehát, de bárkivel a világon, képzeljétek el, hogy olyan kapcsolatok léteznek, ezt állapították meg tudományosan. Új megállapítás van, ez a 6 lépés távolság, és ez talán 2-3 éve volt ez az első előadásom, amikor ezt elmondtam, és most valamiért utána néztem, és ez most leszűkült 4 lépés távolságra. Tehát a világon bármilyen emberrel ma egy dél-afrikai bányamunkásához meg tudsz találni 4 lépésben a kapcsolatot. Ez azért fantasztikus dolog.
Ez egy ilyen 21. századi dolog egyébként, hiszen annak idején csak a levelek mentek hónapokig mondjuk a tengeren túlra, ma pedig az unokáimmal napi szinten úgy érintkezek tengeren túlról, hogy látom, hogy mit reggeliznek, és mesélek nekik közben, hogyha az apjuk kimegy. Tehát, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes dolgok. Ha azt mondom, hogy van egy ilyen nagy-nagy morfogenetikus tér, a hatása olyan, mint hogy a gravitációt se tudjuk kézzelfoghatóan megmagyarázni, az elektromágneses teret sem, és mégis képzeljétek el, hogy kutatások megállapították, hogy hogyan hatnak ránk. Tulajdonképpen 20. századi sláger volt a DNS, meg a DNS kutatás, és ennek a fejlődése, és kiderült, hogy a DNS az valóban nagyon fontos információhordozó, de az emberi DNS-be nincs benne az, hogy milyen lesz az ember. Az benne van persze, hogy fehérbőrű lesz, hogy fog kinézni, tehát sok minden benne van egy emberi DNS-be, de az, hogy aztán én milyen leszek, az valahol megfogalmazódott már ebbe a bizonyos morfogenetikus mezőbe. Erre mondjuk azt, hogy hát már leszületésünk előtt a lélek, ugye ezt mi úgy mondjuk ezoterikusan, leszületésünk előtt a lélek eldöntötte, hogy mit akar és milyen életet akar élni. Na most, ha eldölt már, hogy milyen életet akarunk élni, ha le tudjuk hívni ezeket az információkat, és olyanná válunk, amilyenné ezek az információk tesznek minket, akkor az a nagy kérdés, hogy tudunk változtatni azon, amilyenek vagyunk. Én mindig nagyon kiborulok, amikor olyan előadásokat hallok hirdetni, hogy gyere el és megtanítalak, hogy hogyan csinálj pénzt. Hát ha valaki azért született le, hogy megtanulja, hogy hogyan kell napról napra, hétről hétre, vagy hónapról hónapra, fizetéstől fizetésig élni, mert ez a sors feladata, akkor egészen biztosan nem fog nagy pénzt csinálni azzal, hogy elmegy egy ilyen tanfolyamra. Ha valakinek a sorsában az van, hogy jön a pénz, és nem kell törődnöd, mert neked más dolgod van, más fontos, neked más a tanulnivalód, akkor azt fogja csinálni. És akkor találkoztam ezzel a flow elmélettel, hiszen a spirit flow-nak nem véletlenül ez a neve. Találkoztam ezzel a flow elmélettel Amerikában, amit egy amerikai, chicagói professzor, Csíkszentmihályi Mihály nevéhez fűződik. A kutatás az egyébként sokan végezték, és az derült ki, hogy igazából flow állapotba kell kerülni. Most nagyon divatos lett, biztos hallottatok már ezt a kifejezést, hogy flow-ban lenni, flow állapotba kerülni. És az a lényege az egésznek, hogy ha megismered önmagad, ha tudod, hogy mire vagy képes, és tudod, hogy mit tesz boldoggá, mi fog boldoggá teszni, ha sütök egy süteményt, és az unokáim meg a gyerekeim boldogan megeszik, akkor az egy flow állapot. Akkor én nagyon boldog vagyok, és talán nagyobb boldogságot okoz, mint az, hogyha nyerek a lotton egy ötöst. Mert az lehet, hogy gondokat okoz. Az a lényeg, és egy kicsit kapcsolódok Péter előadásához, hogy azt nézd meg, hogy mi a jó neked, tehát hogy hogyan kerülhetsz ebbe az állapotba. Ha ebből a térből, ebből a morfogenetikus mezőből lehozzuk az információkat, ha elfogadod azt, hogy nem véletlenül kerültél bele abba a térbe, amiben vagy, abba a családba, abba a közegbe, abba a munkahelyre, abba a baráti társaságba, nem véletlenül találkoztál azzal a szerelmeddel, akivel éppen találkozni, nem véletlenül születik hozzád az a gyerek, hanem ezt már megterveztétek, és ebből az információs mezőből megkaptok mindent, ami a fejlődésetekhez kell, akkor azt kellene megnézni, hogy hogyan tudok boldogan élni. És azt szoktam mondani, amikor valaki panaszkodik, hogy van ruhád, amit télen felveszel? Be tudsz fűteni? Van mit enned? Gondoljatok bele, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szinte jobb színvonalon élünk, mint régen a királyok. És ez nem vicc. Tehát több ennivalónk van, több ruhánk van, jobb, melegebb helyen tudunk fűteni, légkondicionálni tudunk, ha kell. Pillanatok alatt egy kocsival vagy egy repülővel a világ egyik pontjáról a másikra eljutunk,
ilyen régen nem volt. Ha úgy fogod fel, hogy mennyi csodát kaptunk az élettől, akkor egészen boldogabban lehetünk. Ez a tudatmező, meg az a sok-sok apró tudatmező, tehát ugye a morfogenetikus mező, amire mondhatjuk, hogy a nagy akasakrónika, tehát egy ilyen mindent magába foglaló nagy mező, létrehozunk mi emberek, meg mindenféle csoportosulások, kisebb tudati mezőket, és ezek kapcsolódnak egymáshoz. Tudati mező gyakorlatilag minden család, de politikai pár, a nemzet is egy tudatmező, tehát nem véletlenül születik valaki mondjuk magyarnak. Én nem vagyok ilyen nagyon magyarkodó, de tudom, hogy nem véletlenül születtem ide. Tehát, hogy ez a gondolkodásmód mindig meg fogja határozni az életemet. És ez is egy tudatmező szint, amihez én csatlakoztam. Ha kiszakadok ebből a tudatmezőből, akkor mindig fogok oda vágyni vissza, ugye ez a honvágy. Nagyon sokféle tudatmező van, ilyen például egy foci csapat drukkerei. Miért nem, ahogy Péter mondta, hogy nem értjük egymást, letöröltük már az ő ábrát, hogy miért nem értik egymást az emberek? Azért, mert a tudatmezőből szerzett információik mások, és ez a tudatmező, amelyik minden tudatmező érzelemmentes, és ez egy nagyon fontos dolog, és majd kitérek rá, amikor energiát programozunk, hogy mi ez az érzelemmentesség. De most elmondhatom, mindenki meditált már szerintem, aki itt van. Ha más nem, akkor ültél és néztél ki a fejedből. És egyszerűen, amikor az ember meditál, az a dolgunk, hogy kiürítsük magunkat, és ha meditációban jönnek képek, akkor teljesen érzelemmentesen látod. Amikor a meditációból kijössz, és el kell mondanod, hogy mit láttál, na akkor fakad sírva, akkor vannak érzelmeid, de magában a meditatív állapotban nincsenek érzelmeid. Minél nagyobb egy energiamező, minél több ember táplálja, annál nagyobb. Ez egy érzelemmentes entitás jön létre, és ebből ezt az entitást nem tudjuk megváltoztatni, és csak azt tudja megszüntetni, aki létrehozta. Tehát ha ez egy nagy morfogenetikus mező, amit a teremtő hozott létre, vagy az univerzum hozott létre, ő tudná megszüntetni, de nem fogja. Viszont ha például egy család energia mezőjében benne vagyunk, akkor az is beszippant minket, és ezért van az, és most fogok sétálni egyet, hogy amikor két ember találkozik, itt van egy, hát ez mondjuk fiú, rajzolni nem tudok, ő meg legyen egy lány. Hú, ez a tudatalatti dolog, hogy azt nagyobbnak rajzoltam. Mindegyiknek van egy saját energia, saját tudatmezeje. Mindegyik családba, ugye a fiúnak is és a nőnek is külön családja van, és amikor ők találkoznak, ők ketten elkezdenek létrehozni egy új entitást, egy új tudati mezőt, egy új kis morfogenetikus mezőt, és ebbe a mezőbe jönnek információk mind a két családból. Beszippantanak minket ezek a mezők, és mit tudunk csinálni? Át tudjuk alakítani? Mit mondtam nektek az előbb? Azt mondtam, hogy ezek önálló entitásként élnek. Egyet tudok tenni, venni a szivacsot, és azt mondani, hogy én már köszönöm szépen, nagyon köszönöm anyukám, apukám, amit tőled kaptam, egész életemben hálás leszek érte, és vigyázni fogok, de én most már szeretném, hogyha amit tudtatok, már beletöltöttetek, de mi most már itt szeretnénk egy önálló családot alkotni. A maga a mező önmagában nem tudja a keletkezett hibákat kijavítani, ezért valami kell kívülről, és ezen gondolkodtam, hogy mit tudunk csinálni, hogy családunkban levő, tehát az én életem problémáját hogyan tudjuk kijavítani. És akkor találtam ki, ez a Spirit for rendszernek a része, tehát elég sok tudnivaló van előtte, de azt találtam ki, hogy képzeljük el,
hogy benne vagyunk egy hálóban, azt mondtam, hogy úgy képzeljük el, mintha a pókháló ilyen gömb alakú lenne, mi vagyunk a pókok, és mi vagyunk a közepén annak a morfogenetikus mezőnek, annak a tudati mezőnek, amit mozgatunk. És az első lépés az olyan, mint a meditáció. Ha látjátok, hogy én itt mit csináltam, akkor azt látjátok, hogy kijelöltem egy teret. És azon gondolkodtam, hogy hogyan tudnám én elmagyarázni az embereknek azt, hogy ha mi ebbe a térbe beképzeljük magunkat, és oda képzelünk mindenkit a családunkból, meg a környezetünkből, akkor mi ezt hogyan tudnánk mozgatni, mint a pók, hogy meghúzom, ugye fennakadnak ezen a hálón minden más személyek, és mit tudnánk csinálni. Mindenki, aki már ismer, vagy aki tanítottam, tudja, hogy azért szeretem a numerológiát, mert egy olyan eszközt ad a kezünkbe, ezért mondta Zsuzsa, hogy a nevekkel nagyon szeretek foglalkozni, hogy tudunk változtatni a sorsunkon, valamennyire legalábbis, mondjuk egy névváltozással. És azon gondolkodtam, hogy vajon tudunk-e változtatni a sorsunkon egy valamivel, amit én úgy hívok most, hogy energiaprogramozás. Ez két lépésből áll. Az első lépésben azt kérem a jelenlevőktől, hogy kijelölök egy teret, azt itt most megtettem az asztalon, hogy helyezzék be, képzeljék azt, hogy ez az ő életük tere, és helyezzék bele magukat. A mesefigurák nagyon jól jelképeznek minket. Ha most bárkit kihívok, mondjuk, és azt mondom, hogy válassza ki, hogy melyik az a figura, ami őt jellemzi. Kristályokat is ki szoktam rakni, hogyha valaki nem találja meg azt, aki őt jellemzi, hogy csak példát mondjak, mert már nagyon sok ilyen energiaprogramozást csináltam az elemzések során. Volt egyszer egy anorexiás lány nálam, aki ezt a figurát választotta saját magának. Ha látjátok, egy ilyen nagyon duci kis ajándékba kaptam Spanyolországból, és hát még úgy gondoltam is, hogy jó, hát mindent összegyűjtök, és berakom ebbe a kollekcióba, és ezt a figurát, ez jellemezte őt. Abban a pillanatban láttam, hogy itt valami nagyon-nagyon testkép zavar van. Pont pénteken volt nálam valaki, ugye azt itt nem tudjuk megcsinálni, hogy a mesefigurákat szeretném megmutatni, hogy ő önmagának ezt a figurát választotta, nem tudom, látjátok-e. Itt van mellette a gyerekei, a férje, az anyós, após szülők, sógornő, hogy nem tudom, hogy látjátok-e, hogy egy valami rögtön szembeötlő volt, most aztán kicsit hosszú, nem fogom tudni már elmagyarázni az egész folyamatot, hiszen azért ezt meg kell tanulni, de ha ránéztek a képre, és ott ül, én csináltam a fotót, megkértem, hogy fogja ezt meg. Az az érdekesség, hogy nem néztek szembe a figurák, tehát ilyen kívülről, behelyezte a térbe, mit vesztek észre elsőre, hogy mindegyik figura lényegesen nagyobb, mint ő. És hát arról nem beszélve, hogy azt mondtam, hogy ilyen zsúfoltságot azért nagyon ritkán lát az ember, de ez azt tükrözi, és ez az első lépés, azt tükrözi, hogy az illető milyen és mit gondol. Tehát megkérem, hogy tegye bele saját magát, a párját, a gyerekeit, a szüleit, mindenkit, aki fontos neki, majd megkérem, ha látjátok itt az asztalon, hogy tegyen bele olyan materiális dolgokat, itt van egy ház, egy autó, teljesen bezárta magát, ugye körbezárta, és hogy mi van ő előtte, az otthona, ami azt is jelképezi, hogy éppen otthon van a gyerekekkel, és nem csinál, tehát ezzel foglalkozik, a ház tartással foglalkozik, és beteg. És minden, ami ugyan maga elé helyezte az egészséget, a céljait, a munkáját, de elzárta magát tőlük. És ez a kép, ez olyan, mint amikor meditációban lehúzzuk az információt, egyszerűen az, hogy mihez nyúl, kit, milyen alakkal jellemez, nem nagyon látszik, sajnos nem tudjuk nagyobbak kielteni, ez az após, de itt meg tudom mutatni nektek a figurát. De volt, aki férjének választotta. Egyszerűen olyan módon lejön a saját élethelyzete mindenkinek, önkéntelenül, és ez az első lépés, hogy nézzünk rá, hogy mi van most velünk, hol tartunk, mit csinálunk. Utána jön a második lépés,
elkezdjük a figurákat mozgatni, ez egy köztes állapot, ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy többször, tehát én elmondom neki, hogy most mi történt, nézd meg, mit csináltál, mozgasd el, de senki nem talál azonnal valami nagyon jó helyzetet, és ezek az első információ, az első lépésben lejön ebből a tudati mezőből lejön az információ, és amikor elkezdjük ezeket a bábukat rakosgatni, akkor olyan, mintha imádkoznánk, vagyis felmegy az információ. Értitek ezt a két irányú mozgást? Tehát először lehívom, ez van, és utána elkezdek gondolkodni, hogy mit szeretnék változtatni az életemben, mi akadályoz, mi az, ami bezár. Ez már egy köztes állapot, mi történt? Azt látjuk, hogy sokkal nagyobb levegője van, ugye? Tehát kitágította a teret, rájött, de azért még sok minden nem történt, és aztán most mutatok egy végső állapotot, amikor önmagát végre lecserélte ugyanakkorára, mint az összes többi alakot, és csinált egy kört, ez a kör az ő elsődleges köre, a lányát is lecserélte, mert a lánya az egy, először a Pegazus volt a lánya. Egyébként volt olyan, akinek elemzést csináltam, amikor azt mondom, hogy választ ki, hogy te ki vagy, akkor kivette a sárkányt és az elefántot, és azt mondta, hogy mind a kettő én vagyok, és azt a kettőt rakta be. És egymástól távol, ez viszont arra utal, hogy kicsit skizofrén, tehát hihetetlen dolgokat árul el, nagyon-nagyon egyszerű a módszer, és azért a végső körben látjátok, hogy rájött arra, hogy ő ráláson a családjár mellett mindenre, és hátul van, lecserélte az apost, ugye erről a szörnyű figuráról egy, hát azért katonát választott, tehát azért nem tudott szelidebbet, tehát egy katona figurát választott, lecserélte az anyósát is, és a szüleit is, az a hátra tette, és olyan, úgy helyezkednek el a figurák, hogy após, anyós, szülők inkább a gyerekekre, ha látjátok, a gyerekekre néznek, tehát hogy azért vannak az életükben, hogy az unokákkal foglalkozzanak, az unokákat segítsék, és ők maguk végre egyenrangol a férjével, hát egy olyan kört alkotott, ahol ő mindenhova rá, hát nem mindig a kör a legjobb, tehát nincsenek szabályok, ilyen szempontból nincsenek szabályok, hogy ki hogy rak mindent, meg olyan is van, amikor nincs eredménye a programozásnak, valamennyire javul a helyzet, volt olyan, amikor valaki, akárhogy programoztuk, a gyerekeit mindig, a nem létező gyerekeit hozzáteszem, tehát valakinek nem volt gyereke, de szeretne mondja. És mindig a gyerekeket maga elé rakta, minden elé, és abból az jött le, hogy az ő tudat alattia azt gondolja, hogy ha ő gyereket szülne, akkor az ő életének a legnagyobb akadálya lenne. És akkor azt mondtam, hogy ha sehogy nem tudtuk ezt megoldani, akkor lehet, hogy neki nem kell gyereket szülni, mert úgy él, tehát hogy retteg tudat alatt, tehát hiába mondja azt, hogy jaj, de szeretnék már gyereket, a tudat alatti a retteg attól, mert úgy érzi, hogy ha gyereke lesz, az minden elől elzárja. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ha valaki már volt családállításon, szokták mondani, hogy ez olyan, mint a családállítás, ez nem olyan, mint a családállítás, de ugyanabban a térben dolgozunk. A különbség az, hogy a családállítás, az mindig egy problémára állítunk, itt pedig mindig a személyre állítunk, és az ő összes közegét nézzük meg. Hát nagyon-nagyon rövid voltam, és sokkal több anyaggal készültem, de remélem, hogy fel tudtam vázolni, hogy itt mi történik, és akit érdekel, ez majd szeptember-októberben indult tanfolyam is, és meg lehet tanulni, és nagyon szívesen átadom a módszert bárkinek, akit érdekel. Van-e kérdés? Akkor köszönöm szépen!